első előadását tartotta új otthonában az Örökség Csoport Művészeti Egyesület. A népszerű és sikeres színjátszó csoport a Várkörút 54-ben megtalálta, és közös munkával létrehozta azt a színházi teret, ahol a jövőben a fehérvári amatőr színpadok, diák színpadok, kulturális projektek, próba és előadás teret találnak, ahol önálló produkciókat hozhatnak létre. Az egykori üzlet és raktárhelyiség felújítását ők maguk végezték, amelyet egy teltházas első bemutatóval Székely János Kaligula helytartója című drámájával koronáztak meg Somos Ákos rendezésében. Egy olyan igény hívta létre tulajdonképpen ezt a helyet, ami szerintem nem csak a mi csoportunkra volt jellemző, hogy a elképesztő hagyományokkal rendelkező fehérvári amatőr, illetve független színjátszásnak legyen egy új játszóhelye, találkozóhelye, egy ilyen szellemi központja, ahol az Örökség csoport mellett más városi csoportok, vagy diákszínpadok, vagy éppen alkalmi társulások is időnként meg tudják mutatni magukat, és tudnak próbálni, mert ez volt a másik nagy probléma, hogy nagyon kevés állandó próbahelyünk volt. Elszállításra várnak az elbontott karácsonyfák, melyeket mindenki a lakóhelyéhez tartozó kuka mellé helyez ki. Január 6-a a Vízkereszt, a karácsonyi ünnepek zárónapja. Ekkor szokás leszedni a karácsonyfát és megenni az utolsó falatbejglit is. A hagyomány szerint Gáspár, Menyhért és Boldizsár ezen a napon lelt rá a kisdedre Betlehemben. A Vízkereszt második evangéliumi értelmezése szerint pedig ekkor keresztelte meg keresztelő Szent János a 30 éves Jézust a Jordán folyóban. Végül pedig a Biblia szerint ezen a napon volt a kánai mennyegző, amikor Jézus először tett csodát, borrá változtatta a vizet. Január 6-a Vízkereszt után kezdődik a farsangi időszak. Ásványszakkörre várták a fiatal ásványgyűjtőket a szénatéri tagkönyvtárban. A gyerekek ezúttal a gipszer ismerkedhettek meg, annak tulajdonságaival, előfordulási helyeivel, felhasználásával. Emellett rengeteg árnyalatú és formájú kristályt is kézbe vehettek. Székesfehérváron már 25 éve működik ásványszakkör felnőtteknek. A gyerekeknek szóló program célja az utánpótlás nevelés. Ebben az országban jó pár ezer aktív ásványgyűjtő van, és hát még ez kapcsolódik nyilván a természettudományokhoz, a természet szeretetéhez, és sok emberben mindig van valahány száz, valahány ezer vagy tízezer ember, akik szeretnék kimenni a természetbe, csodákat gyűjteni, kistrákat gyűjteni, tehát ennek megvan a maga hagyománya, bár hozzá kell tennem Magyarországon, viszonylag kicsik ennek a népszerűsége. Nyugatabbra megyünk, Németország, Csehország, ott tízszerte több egyébként az ásvány, és tízszerte többen foglalkoznak ásványgyűjtéssel. Varázslók, goblinok, papok és elfek lepték el a Vörösmarty Mihály könyvtár budai úti tagkönyvtárát szombaton délelőtt, hogy megküzdjenek a rájuk támadó szörnyekkel, hiszen ismét megrendezték az asztali szerepjáték műhely egy foglalkozását. Ezúttal Dungeons & Dragons többrészes történetét kezdték el játszani a résztvevők, melyet az elkövetkező 12 alkalommal fognak folytatni. A D&D-t a 70-es években mutatták be, és azóta is hatalmas népszerűségnek örvend, és rengeteg embert rántott be a fantasy világba, ahol kicsit elfeledhetik a mindennapi élet problémáit. Az eseményt minden hónap első szombatján rendezik meg a tagkönyvtár olvasótermében, ahol az asztali szerepjátékok szerelmesei kiélhetik fantáziájukat. Az asztali szerepjáték műhelyt azt azért hoztam létre itt Székesfehérváron, hogy megismertessek lehetőleg új rendszerekkel, akár már aktív játékosokat, akár laikusoknak bemutassam a szerepjátéknak a lényegét. Ugyanis több ezer szerepjátékrendszer és világ létezik, viszont jellemzően csak a híresebbek jutnak el a játékos emberekhez, akik keresik ezeket a típusú elfoglaltságokat, és nagyon sokan nem is hallottak róla, vagy a szerepjáték asztali szerepjátékot összekevik egyéb szerepjáték formákkal. Egy székesfehérvári lakost próbált megkárosítani a magát egy világhírű szoftvervállalat alkalmazottjának kiadó telefonáló, írja a polisz.hu. A potenciális áldozat időben kapcsolt és közölte, hogy hívja a rendőrséget, majd letette a készüléket. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság a Matrix projekt keretein belül folytatja a küzdelmet az online csalások elkövetői ellen. A Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság az alábbiakat javasolja. Ismeretlenek segítő, üzleti vagy befektetési ajánlatai esetében fokozott óvatosság, ismeretlen programot, applikációt ne telepítsen senki számítógépére vagy telefonjára, ismeretlen eredetű linkeket figyelmen kívül kell hagyni, és ismeretleneknek soha nem szabad megadni a bankkártya vagy netbank belépési adatokat, felhasználási fiókazonosítókat. További hasznos tanácsokat lehet olvasni a képernyőn látható weboldalon.